Magyarország legnagyobb látogatható klasszicista kastélya és egy hatalmas angol park. Az angol parkból az eredeti 300 hektárból 100 még mindig szabadon bejárható. Dégen vagyunk, ahol a festetis kastélyt nézzük meg. Fejér megye közepén járunk, ahol hirtelen meglepetésként tárul föl a falu mellett a kisebb tórendszerrel körülvett kastélypark. Középen pedig a kastély, aminek a park felőli homlokzata a Magyar Nemzeti Múzeum oszlopos bejáratát idézi, és hogyha ezt valaki szezonban nézi, akkor egy hatalmas medvehagymás terület is tartozik a kastélyparkhoz. És nem véletlenül építetője a kor kiemelkedő építészét Pollák Mihályt bízta meg, aki a család több kastélyának tervezésében is részt vett Pesten és Budán. A Dégi Kastély Együttes nem csak Pollák egyik legkorábbi önálló alkotása, de a magyar klasszicista kastélyépítészet egyik legkorábbi emléke is. A szigeten álló vöröstéglás hollandi házat 1891-ben a tüdőbeteg Festetics Andorné érdekében építették, ugyanis akkoriban azt tartották, fölül lakott a grófnő, alul pedig hat tark a tehén, mert abban az időben úgy tartották, hogy az ammóniás kipárolgás az istállóban, illetve a friss tej az egészségjavító lehet. A épületet egyébként csak egy dróton húzható csónakkal lehetett korábban megközelíteni, ez a híd, ez később épül. A család pedig a festeticseké. Jó 200 éve Festetics Antal császári és királyi kamarás, de leginkább a napóleoni háborúk idején gabonatermelésből meggazdagodott földbirtokos építette a szabadon álló emeletes épületet. Festetics Antal ráadásul szabadkőműves is volt, 1780-ban lépett be a nagy szívűséghez Páholyba, majd amikor barátja Aigner Ferenc Ádám az 1795-ös betiltást követően megpróbálta összegyűjteni a szabadkőművesek irattárát, azt végül Festetics vásárolta meg, végül valószínűleg a Dégi kastélyban helyezte el. Ez valamennyire Pollák tervrajzán is felfedezhető, ugyanis a kastély nagy termét nem a szokásos helyén középen helyezte el, hanem a kastély jobb szárnyában, egyébként most már szépen felújítva sasos motívumokkal. Közben átjöttünk a kastély túlsó szárnyára, ahol az előző történet úgy folytatódik, hogy itt egy többé-kevésbé titkos helység volt, ez a félköríves szubróza, ahol valószínűleg a szabadkönyves üléseket is tartották, és ez az esetleges kis vágott ajtó tanúskodik arról, hogy valószínűleg itt rejtették el a irattárat is a tilalom éveiben, később ebből fürdőszoba lett. A kastély legalább 10 évig épült, és 1815 után készült el teljesen, amit három patak találkozásánál enyhe lankán alakítottak ki. A kastélyt a park völgyszerű enyhe lejtőjének peremére helyezték el, egyik oldalán az országúti kapcsolat volt hatalmas fasorral, a másik oldalon az angol kert, amit nem is lépcsősorral, hanem széles rámpával terveztetett meg a műkedvelő botanikus építető és felesége Báros Plényi Amália. A kastély park felőli oldalán a kilátást is gondosan megtervezték, tehát az oszlopcsarnokból a tekintetet a tágas tisztásokon és kivágásokon hosszan, amilyen hosszan csak lehet, de gondosan elvezetik. A Festetics család Dégi ágának utolsó földbirtokosa az 1920-as években a kor nagyvilági szokásainak megfelelően részben átalakítatta, korszerűsítette a kastélyt. Ekkor született a belső terek szabadkőműves motivumokat is felhasználó neoklasszicista átépítése, valamint a park korszerűsítése. Festetics Sándor egyszerre volt modern gazdálkodó, malmot, szeszfőzdét, téglagyárat és illóolajüzemet is alapított a környéken, de még pilóta, autóversenyző, a Dégi labdarúgás megalapítója és
elméleti matematikus is, de a magyarországi, amúgy német ellenes nemzeti szocialista mozgalom megalapítója is, 1938 után Szálasékhoz csatlakozó Nyilas, akit aztán a népbíróság később ezért 5 év fegyházra is ítélt. 1949-es szabadulása után pedig rögtön internálták. Érdekes családi felállás lehetett, felesége Júlia Károly lány volt, a Vörös gróf Károly Mihály nővére, miközben a kastély akkoriban a társasági élet központjának is számított. Festeti Csantal alakja egyébként felbukkan Bereményi Géza első filmjében is, a Tanítványokban, amiben a fiát, Cserhalmi György, a főszereplő Eperjes Károly korepetálja. A film több jelenetét is a Dégi kastélyban forgatták, az említetteken túl pedig a gróf kisasszonnyal, akit akkor Básti Júli alakított, és aki természetesen belehaborodik a főszereplő, az az Eperjes Károly. A gróf kisasszonnyal egyébként az akkor 18 éves Festetics Izabellát azonosíthatjuk. De a filmesek már előtte és utána is felfedezték ezt a nagyszerű helyszínt, részben Bódi Gábor a nácik és pszichének néhány jelenetét itt forgatták, másrészt néhány éve a Kincsem című filmnek az egyik fő helyszíne volt a Dégi kastély, ahol még lovaglópályát is kialakítottak, sőt a végén a kastélyt, pontosabban egy makettet még fel is gyújtanak. A kastélyba tervezett állandó kiállítások a főépület két szintjén láthatók. A földszinti terem sor családtörténetet, egy magyar arisztokrata család élettereit, a főúri reprezentációt és a kastélyi ünnep és hétköznapjait mutatja be, az emeleten pedig egészen más található. Az emeleten helyezték el a kiállítás szabad kőműves szekcióját is, ahol ezen a sötét teremben, ez a beoltási terem lenne, most én be is megyek. A Festetics család 1944-ben elhagyta a kastélyt, és elmenekültek, ahol a 45-ös államosítás után 1996-ig gyermekotthon működött, de előtte volt még német hadikórház, eleinte a görög polgárháborúból elmenekültek gyerekeit szállásolták el itt, például a Balkán fanatik frontembere Jorgosz is görög menekültként került Magyarországra. A zenetanár igazgató pedig nem más volt, mint Fehér László, a később ismerté vált magyar kortárs festőművész papája. Fehér az egyik legismertebb festő a Magyarországon, akinek az álomszerű, enigmatikus képein folyamatosan visszaköszönnek a Dégi kastélykert motívumai is. Például ez az oszlopsor.